A Dino sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a műsorszám megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sportosat. Híradónk vendégei Fekete Róbert, a Magyar Távlovagló és Távhajtó Szakág szövetségi kapitánya, valamint az egyik élversenyzőnk, Fekete Patrícia. Szervusztok! Szia! Véget ért az idei versenyszezon, ugye? Igen, most már mondhatjuk, hogy vége van. Akkor most már úgy, akkor lehet értékelni? Igen, most már nagyjából összeáll a kép. Ha röviden akarom, ugye inkább én a nemzetközi részét szeretném egy kicsit értékelgetni, ugye a hazai bajnokság az egy más lapra tartozik. Ha röviden akarom értékelni, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy megcselekedtük, amit megkövetelt a haza. Tehát részt vettünk azokon a versenyeken, amik ugye idén zajlottak, egy junior Európa-bajnokság, gondolok itt elsősorban, illetve a felnőtt világbajnokságra. Ide is ki kellett jutni, tehát nem úgy az, hogy nevezek és ott vagyok, tehát azért ezt tegyük gyorsan hozzá. Igen, igen, az ez ide vezető út nem egyszerű, és pontosan ez a, amit ugye akartam is mondani, hogy keveseknek sikerült. Tehát ennek több oka is van, az egyik talán az, hogy eleve kevesen vagyunk. Tehát maga a távlovaglás nem egy népszerű sport, itt kevesen űzik, illetve a nemzetközi mezőnybe pedig még kevesebben jutnak el. Tehát ez jól látható most már az utóbbi egy-két évben, hogy szinte ugyanazok vannak. Alig van új versenyző, a lovak, tehát fiatal lovak sincsenek nagyon a mezőnybe. És az idei év ugye azt hozta, hogy az Európa-bajnokságon egy lovasunk tudott indulni csak, összesen minősültek ketten, tehát az egész mezőnyből csak ketten, egyik nem vállalta, nagyon messze volt, ez Portugália volt az Európa-bajnokságunk, az bizony 3300 kilométer innen. Tehát ez közel, nincs közel, és ezt az egyik család vállalta be. A másik pedig a világbajnokság, ahol ugyanaz a három ló, illetve lovas indult, aki tavaly az Európa-bajnokságon, ott ugye akkor öten vettünk részt rajta, abból kettőnek idén nem sikerült a minősülése, újabbak nem voltak. Igazából az a három tudott csak szerepelni, az egy kicsit felemás eredmény született, nem volt rossz, én azt mondom, hogy nagyon jó verseny. Háromból mennyien mentek végig, tudtak? Egy fejezte be, éppen ő, aki itt ül a lányom, tehát ő volt az egyetlen sikeres versenyző, bár mondom, a többieknek sincs okuk szégyenkezni. Mert tulajdonképpen itt a távlovaglásnál ugye egyik fontos értékelési mérce az, hogy ki tudta teljesíteni a távot. És utána jön a másik az, hogy azon belül hanyadik lettél, ugye? Mert ez az egyik legfontosabb, ez, hogy teljesítsük a kiírt távot. Hát elméletben. Azt mondom, hogy elméletben igen, nagy fegyvertény, ez találkozni tényleg, ez 160 kilométer, tehát embert, lovat nagyon megpróbálja. De sajnos azt kell mondjuk, hogy manapság ez már kevés. Valamikor tényleg ez volt régebben, a jó pár évvel ezelőtt, amikor azt is értékelték, hogy valaki befejezi ezeket a hosszú távú versenyeket. De sajnos ma már eltekintve a négy csillagosoktól, tehát Európa-bajnokság, világbajnokság, ahol azért megadják a módját az eredményhirdetésnek, de sajnos nagyon sok olyan nemzetközi verseny van, ilyen három csillagosnak nevezik a 160-at, ahol meg se várják például az utolsók beérkezését. Tehát egy órával az első beérkezése után megtartják az eredményhirdetést. Én nagyon pocsétlenek tartom ezt, de sajnos itt van a világ. Itt tartunk most. Fölgyorsult nagyon ez a távlovaglás, és az már, mondhatjuk azt, akár tetszik, akár nem, hogy az már nem eredmény. Hogy valaki körbeér. Tehát én azt mondom, meg kell tenni mindent, hogy minél jobb eredményt érjünk el, és tényleg inkább arra törekedni, hogy egy jó ízűt versenyezzünk. Tehát ne az, hogy a végére beállva végig ketyeregni 12-es átlaggal, hanem ne fosszuk meg magunkat az élménytől, hogy
hogy egy jót versenyezzünk. Inkább azt mondom, erről szól. Mert ott az élbolyba bekerülni manapság már nagyon nehéz. Nagyon nehéz, ott teljesen profikkal kell ugye harcolni. Viszont nálunk, meg még nagyon sok más országban ez a sport, ez amatőr sport. Munka mellett, stb. Amatőr lovasok űzik, nem ez a munkájuk. Tehát ezért nehezebb egy kicsit most már jó eredményt elérni. Akkor ez a 32. helyezésed nem okozott nagy boldogságot neked? Amit a világbajnokságon elértél? Vagy te ezt hogy érted meg? Hát nekem eleve az nagy dolog volt, szerintem az eleve nagy dolog, hogy kikerültünk egy világbajnokságra. Egész Magyarországról 3-an kerültek ki összesen, abból 2 a mi családunkból, szerintem már ez is egy nagy dolog volt befejezni, meg pláne, szóval ahogy apukám is mondta, az élbolyban már olyanok vannak, akik munkaszerűen csinálják, és ez az életük, nekünk meg tényleg ez egy hobbi, és ez, hogy 32-ként, ami mondjuk 140 lovasból azért annyira nem rossz, igen, szerintem. Ez szerintem nagyon nagy dolog volt. És hogy értékelik? De ezt már akkor se, hogy elmondtad a 32. helyet. Hát az, hogy most eredményhirdetés. Beért 32. ennyi. Semmi. És akkor, de akkor mi az a motiváció, ami mégis rábeszél, amivel mégiscsak vissza tud ülni majd a nyerekbe a következő verseny alkalmával? Az élmény. Az élmény. Maga az a légkör, ami egy jellemez egy VB-t vagy egy EB-t. Tehát az tényleg teljesen független az elért eredménytől. Maga az, hogy az ember otthon, ugye általában egy héttel a verseny előtt már kiutazik mindenki a helyszínre, és maga az a légkör, az a nyüzsgés, az élet, meg a tudat az, hogy egy világbajnokságon veszel részt. Tehát ez szerintem minden munkát megér. Uh-huh. Én azt gondolom, egy Európa-bajnokságon, hogy elmondhatod azt, hogy te ott vagy. Uh-huh. Azon az EB-n vagy a VB-n, ez egy olyan élmény, amire mindig büszke lehet az ember élete végéig, meg mit tudom, Patti esetében még talán az unokájának is mesélni fogja, hogy ő egy világbajnokságon szerepelt. Igen, csak ugye, hogyha magyarokról beszélünk, hogy kiderült, elég nehéz egy magyarnak kijutni egy EB-re, VB-re. Reális álom egy fiatal távlovas számára, hogy EB-VB majd ott lehessen? Nagyon, nagyon reális. Egyrészt igen, nehéz kijutni, pont azért, mert viszonylag kevés a ló, a jó ló Magyarországon. Most pár éve elindult egy olyan tendencia, hogy a minősült lovakat eladják, nagy a kereslet a leminősített lovakra, és ezért amint megjelenik egy jó ló a mezőnybe, megvan az első nemzetközi 80-a vagy 120-a, és már tesznek rá ajánlatot, legtöbb étel is viszik. Ez az egyik oldal, ami miatt nehéz kijuttatni bárkit is, viszont a másik oldal, mivel kevesen vagyunk, ezért meg azt lehet mondani, hogy könnyű kijutni. Itt, ha valaki a minősüléseket megtudja, ha van mégis egy jó lova, és megcsinálja a minősüléseket, amit előír a fei, onnantól kezdve neki nem itt, kell hadakozni. Itt, ha nincs vetélytársa, nincs az, hogy akkor a hazai majd, aki jobb, és akkor az fog kimenni. Nem kell megversenyeztetni, semmi, nem fog kiesni. Ha a lova jó, akkor ott lehet. Ott már tényleg csak az szab határt, hogy milyen messze van, áldoz-e rá, ugye, hogy a kiutása. Akkor csak ló kérdése? Igen, ez lókérdés, ez egyértelmű lókérdés. Tehát kevés az a ló, ami ezt a hosszú távot bírja. És hogy az oda vezető út, az azt jelenti, hogy azt a távot, azt az adott 160-at, azt nagyon sokszor megcsinálja a felkészítés során. Lehet tudni, hogy milyen lovat, vagy milyen fajtát érdemes venni, milyen pedigrével rendelkező lovat érdemes venni, aki vagy nem lehet tudni. Tehát nincs olyan, hogy ha ezeket, akkor ezek tutik. Van egy irányvonal, az arab. Igen. Nem? Igen, de szerintem távlovaglásban maga ezek a méhnek, kancák nem feltétlen számítanak annyit, szerintem, a származása, mint mondjuk egy ugrólónál. Ja, hát azok jobban örökítenek, tehát ezt a fajta teljesítményt jobban örökíti, tehát nincs annyira specializálódva, de a fajta az azért úgy megadja. Tehát bárhol a világban, ha nézzük, a tenyésztés, most már egyre inkább elmegy a keverék, angolo-arab, stb. Igen. Visszatenni rá, vagy a telivért, valamelyiket. De inkább az arab a meghatározó. És vannak ilyen kísérletek, vannak akhal-arabok, vannak angolo-arabok, különféle, még olyat is láttam, hogy quarter horse-al
kereszteztek arabot. Tehát mindenki próbálkozik, ugye megvan az araboknak is, és a franciáknak is egyfajta, az úgynevezett francia arab, ami egy kicsit nem az a szép arabos csuka feje van, hanem egy picit a nóniuszosabb a feje, de masszívabb. Nem tehát mindenki próbál, mindenki próbálkozik, de nincs erre recept. Nincs erre recept. Bár az is igaz, hogy Nyugat-Európában nagyobb szelekció van, és ott próbálnak teljesítménykancákat párosítani teljesítmény ménekkel. Nálunk ez még annyira nem elterjedt. Tehát itt inkább a fajta... És nálunk akkor melyikkel? Ságia, vagy melyikkel próbálkoznak? Telivér, arab telivér, ságia, igen, ezeknek a keresztedése, angol-arabok futnak, tehát ezekkel nektek próbálkoznak. Nekünk ságia, meg egy telivér, arab telivér. És melyikkel sikerült ezt a VB 32. helyezést elérni? Ságiával. Egy obajan. Akkor ez lehet egy irányvonal, mert ez egy itthon beszerezhető vagy. Igen. Igen. Tehát csak ezért. Teljesen azért mondom, hogy mi nem állunk rosszul lovakkal. Tehát a hazai tenyésztés, mind képződnek lovak, de nagyon sokat elvisznek már csikókorba. Folyamatosan vannak itt a spanyol, francia, arab vevők, és sokan elviszik a fiatal lovakat 3 évesen, tehát még nem tudják, igen, azt hogy... majd lesz belőle valami ott, ők kiképzik. Illetve mondom, amit említettem, a másik nagy kereslet a már leminősített lovakra. Tehát ugye most a fei újabb szabálya szerint a hazai minősülés az egy évnél nem lehet rövidebb idő a lónál. Igen. 2 éven belül, de 1 évnél nem rövidebb idő alatt. Tehát így megnyúlt a minősülési időszak, és ezért ugye sokan nem akarnak éveket foglalkozni a leminősítésen, inkább megveszik, megvárják, hogy mit mutat az a ló, és az első nemzetközi 80 vagy 120 után tesznek ajánlatot, és sokan eladják. Nem akarnak nevelni, semmi, hanem akkor ha igen, a pénz, igen, megveszem a már felkészített lovat, és akkor megyek. Igen. Leegyszerűsítve, ugye? Leegyszerűsítve, és lehet, hogy nekik van igazuk, mert akkor nem kísérletezik vele bármire, egy 3 éves csikót, mire 6-7 éves lesz, vagy nagy Isten 8, mire nem 4 csillagos versenyen részt vehet. Bármi érheti. Nem gondolkodtatok ilyen, hogy akkor ti is a ságiát elkezdett tenyészteni? Pont ebből a célból kifolyólag aztán megvigyék a franciák, meg a többiek? Nekünk ez nem lehetőség, nekünk nincs saját tanyánk. Ugye mi bértartásra tartjuk a lovakat, tehát nekünk a lehetőségek eléggé korlátozottak. Teljesen így van. De igen, gondolkodunk rajta. Ugye nekünk van egy teljesítménykancánk, pontosan ez a huncut, és komolyan gondolkodunk azon, hogy egy teljesítménymén megpróbáljuk szaporítani. Ez fölmerült. Hány éves ez a huncut? 12. A jó korban. A legjobb korban. Most van, igen, a legjobb. Most van a legjobb korban. Volt már 2 csikója korábban, tehát nem reménytelen az eset. Meglátjuk. Jó, csak hogyha ugye ez a tendencia, akkor ki fog versenyezni mindenki? Tenyésztés, vigyétek, és akkor igen. Ki fog versenyezni? Hát igen, hogy lesznek a magyar távlovas versenyzők? Ez az, amit nem tudunk. Sajnos tényleg nagyon kevés. Jövőre lesz egy junior világbajnokság, nem messze, ráadásul Európába, lesz Veronába, ahol már volt egy EB korábban. És bizony ott tartunk most, per pillanat, hogy talán 2-3 lovasunk maximum, aki egyáltalán szóba jöhet fiatal. Se lovas van összesen Magyarországon. Távlovas? Hát, ebbe a korosztályba. Ugye ebbe a korosztályba? Fú, még 10 sincsenek. Van, aki most kezdte a minősülését, de még nem sikerült neki idén befejezni. Hát így tényleg a látótérben talán 10 alatt, biztos, hogy 10 alatt van. Aki egyáltalán érdekel, vagy akinek olyan lova van, hogy talán lesz belőle valami. Akkor ilyenkor az elnökség, vagy az elnök mit várhat el egy szövetségkapitánytól? Milyen eredményt tűzhet ki a csapat elé? Nem tudom. Nincsenek elvárások. Nincsenek. Próbálunk azzal főzni, ami van. Igaz, hogy ugye ennek megfelelően sajnos maga a támogatottsága is ennek a nemzetközi, illetve az egész sportnak nagyon alul támogatott. Azt kell mondjuk, tavaly kaptunk jó pénzt, idén már a Lovasszövetségtől se kaptunk annyit, mint reméltük, illetve magától a szakáktól is tényleg csak a minimumot kaptuk meg. De nyilván meg kell érteni az elnököt is, hiszem, neki az egész szakágat kell fönntartani, hazai versenyeket rendezni, stb.
nem vihetjük el a teljes kasszát mindig, idézőjelben nulla eredményre. Viszont én meg még mindig azt tartom, hogy annál nagyobb tragédia nincs egy sportnak, amikor egy nemzetközi versenyen nem állott hazai versenyző. Tehát ez a legrosszabb. Mikor úgy rendeznek egy Európa-bajnokságot, vagy egy VB-t, hogy nélkülünk. Igen. Magyar lovas nélkül. Mindenképpen törekedni kell rá, hogy legalább egy-két lovasunk mindig legyen ott. Patricia, meddig fogod még segíteni édesapádat? A lovaglásban? Igen, vagy? Igen. Hát most van egy kitűzött cél, még viszonylag távol, ez a világjátékok. Ez melyik évben is lesz? Két év múlva. 18-ban. Két év múlva. Most ez a kitűzött cél, addig még mindenképpen. Lovagolsz akkor. Hát, ja, hát a lovaglás az megmarad még de verseny, jó sok ideig. Jó, de versenyszerű szinten? Tehát csak meg akarsz versenyezni? Igen, szeretnék. Ameddig még bírjuk, így anyagilag, meg időben, meg minden hogyan. Ezt a távlovaglást is addig még mindenképpen szeretném csinálni. Van egy fiatal ugrólovam, őt is edzegetem, versenyekre járok vele. Mármint díjugratodásékre? Igen. De ő csak, tehát ez a díjugratás, ez megmarad ilyen hobbi szinten. Idézőjelben. A kollégám akkor azt mondja, a felnőtt válogatottnak hosszú ideig legalább lesz egy stabil tagja? Kettő. Még a nejem is nagyon lelkes, igen. Kettő minimum, de azért ott vannak többen. Tehát ugye ott már anyagilag megalapozott a család, tehát ott tudja, hogy mit vállal. Ugye egy juniornál mindig probléma az, hogy vagy a család nem támogatja, vagy a junior ábrándul ki az egészből, és már nem akarja csinálni. Illetve korábbi években volt, hogy kaptak lovat, aztán amit eladtak alóluk. Ilyenre is volt már példa. Viszont aki már felnőttként választja ezt a sportot, ő már letette mellette a voksát, és ő már azt akkor szeretné csinálni. Úgyhogy most például felnőttben jobban állunk. Szóval 160 kilométert hogy lehet kibírni? Pontosabban, amikor van az első pihenő, vagy a második pihenő, hogy beszéled rá magad arra, hogy újra nyerekbe pattanjál? Hát még az első, második az még nem olyan vészes. A harmadik, negyediknél szokott lenni a holtpont, amikor már a ló se akarja annyira, meg már annyira én se. És akkor kellenek a segítők, akik rábeszélnek, hogy na azért... Megfognak, csukját fejedre húznak, és feldobnak a lóra, és akkor... Hát most a VB-n volt erre is. Ugye? Igen. Példa. Idő is eléggé szeszélyes volt, esett, hideg volt, meleg volt. Nem akartál már gyerekbe pattani? Meg az volt a baj, hogy a ló is elment a kedve a lónak, már úgy döntöttünk anyuval, hogy szétszedjük a két lovat, mert nem mennek együtt jól. Tavaly együtt mentünk, nem vált be, most idén megpróbáltuk, hogy szétszedjük a két lovat, és az én lovam, ez a Huncut, neki nagyon elment a kedve, úgyhogy nem volt ott a barátja, van ilyen. Egyedül, nem egyedül ment, volt ott más ló. Értem, de neki adatás kellett, igen. És elment a kedve, elfásult, nem akart menni, akkor ugye már én is fáradt voltam, és meg nagyon keveset találkoztunk körközben a segítő csapattal, aki mondjuk önthette volna belénk a lelket. Hogyan lehet a lelket belétek önt? Elég az, hogy csak azt mondják, hogy gyerünk, még kibírod, meg az már csak 10 kilométer van hátra. Igen, egyetlen jelenlétük, hogy azért valakivel találkozunk, mert lovagolni folyamatosan 20-30-40 kilométert, úgyhogy nem látunk embert, meg nem történik semmi, hát az nagyon unalmas. De nem lehet eltévedni, ugye? Nem, nagyon jól ki vannak jelölve, főleg én nemzetközi versenyen. Nagyon jól. Kamerák hány ponton vannak helyezve, vagy kamera nélkül mennek, tezik a távokat? Legtöbbször kamera nélkül. Ugye ahol viszont van egy kis arab támogatás, tehát pénzügyi támogatás, ott egy drónt küldenek föl esetenként, és akkor ott már több a kamera. Kísérik, de mondjuk főleg a saját lovasaikat nyilván. Most például itt a világbajnokság az Szamorinban volt. Az egy olyan helyszín, ahol a Dunatöltés sem ment sokat a verseny, és ott például kísérték. Tehát az élbolyt, a saját lovasaikat vették. Tehát lehet kísérni, de az ugye pénz, és nem mindenki áldoz rá. Illetve nehéz, mert nem mindenhol ilyen optimális az adottság, hogy lehet menni kocsival. Legtöbbször csak tényleg egy-egy körön, két-három helyen lehet találkozni a lovasokkal, és a kamerának sincs lehetősége
kísérget, mondja, nem mehet rá a versenyútvonalra. Tehát nem egyszerű. Nem egyszerű. És akkor énekelsz a ló hátán, vagy mit csinálsz, amit vonatkozó? Hát nem is tudom, gondolkozni szoktam. Akkor nem énekelsz, nem zavarod össze a lovat, még az éneklésed. Beszélni néha szoktam hozzá, kicsit biztatni. Az jó, az kell. De énekelni ilyen rászkódás közben nem lehet, szerintem. Meg esetleg beszélgetni más lovasokkal, akik ott vannak, ugye azért már angolul, németül el lehet beszélgetni mindenkivel. De hát igen, van, hogy kilométereken keresztül csak megyünk. És akkor most merre tart először a magyar távlovas sport? Én azt gondolom, tesszük a dolgunkat. Tényleg aki van, az szívesen csinálja, lelkes. Én úgy látom, azért mindig vannak, akik próbálkoznak, hát ugye kinek mi hogyan sikerül, jön össze. És akkor adott ország gazdasági helyzetétől függően, hol ennyien, hol annyian űzik ezt a sportágot, ugye? Igen, kint azért népszerűbb. Uh-huh. Kint népszerűbb. Sokkal nagyobb létszámú a lovas. Valami miatt itt nálunk annyira nem. Annyira nem. Nem tudom még, hogy miért. Régen se voltunk sokan, tehát hazudnénk, azt mondanám, hogy régen nagyon-nagyon népszerű volt, nem. Így megmaradt ebbe a kis szűk körbe, de én azt mondom, inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl. Tehát aki csinálja, az akkor csinálja lelkesen, böcsülettel. És mondom, inkább a felnőttek lehet most bízni, ők vannak többen, és az a néhány ember, aki mellé állt, az viszont tényleg szívvel, lélekkel csinálja, és lelkes akarja. Aha. Szerintem nem reménytelen. Verseny rendezésében, a hazaiban nem lehetne módosítani, úgy, ahogy a diútók is csinálták annó. Rengeteg kis kerületi kis csömörkupa, akármilyen kis... csak a kis úgymond hobbistáknak, ugye, és akkor ezekből később, akinek ugye megjön a kedve, az majd később vált. Tehát, hogy ilyen szintű, kis helyi jellegű szintű kis versenyeket, tehát nem nagy távol, hanem értem. Pontosan inkább legyen 10 vagy max 20 kilométer, amit még egy hobbista is még simán be tud vállalni, és akkor az alapján majd rájön, hogy ez neki jó, vagy nem jó, fekszik. Tehát valahogy nem kellene ezen az egészen gondolkodni? De próbálunk folyamatosan, tehát az elnökség is most, mondom, nekem annyira nincs rálátásom, de azért benne vagyok. A probléma az, hogy nagyon le lett szabályozva. Tehát licensz, lónak, lovasnak, stb. Tehát mindent ki kell váltani. Régen voltak ezek a hobbi versenyek. De hát akkor ezeket törüljük el azoknál. Most, tehát valami nem lehet, nem engedő lovasszövetség. Tehát nagyon szigorú szabályok közé kell szorítani, mivel ha baj van, akkor ugye nyilván valami felelősség, valakinek vinni kell a balgét. Igen, de ezen is van segítség, hiszen díjugratásnál is ugyanígy működik, hogy elmondom, és ott van a póniklubos verseny, ahol pontosan a minősülés, tehát már lehet versenyezni minősülés nélkül, és adott versenyeken, ha szerzed, ez a póniklubos kis díjugrató versenyek, ahol 40-60 centis akadály, tehát akkor utána mehetsz tovább, és megkapod a minősülést. Tehát már ahhoz is van egy versenyzési lehetőség, a minősülésig. Tehát azért próbáljuk, ki lehet találni. Csak azért mondom, mert hát ha ezekből a fiatalokból majd, akik elkezdik így... Ebből építkeztünk régen is. Ez tényleg így volt. Ez tényleg így csak van. Ezt kéne megszervezni, esetleg egy új struktúrába önteni. Vannak kísérletek. Például volt olyan, hogy az egészen kisgyerekeket, hogy velük megkedveltetni. Vannak ezek az 5 kilométeres, ahol a szülő akár futhat mellette, és vezetheti kis pónival a lovát, a pici. Vannak ilyen kísérletek, de még mindig nem az a kategória, ami nagyon népszerű lenne. Illetve a másik, hogy a verseny megrendezésére ott a helyszín. Tehát egy ugrót meg lehet rendezni egy hátsó udvarban. Mondjuk is. Ez egy kicsit igen. Itt viszont még ha 20 kilométert is, azt el kell valahova vinni. Ezt ki kell jelölni, az macerás, helyszín kell biztosítani, ahol hűteni kell a lovakat. Ugye ott előbb-utóbb sár keletkezik. Tehát mind olyan, amit nem mindenki vállal föl. Ezért nem állnak sorba például a helyszínek kérse a rendezők. Nem mindegy, biztos, szerezni. Hogy mindig minden van megoldás, én azt szoktam mondani. És rajta vagyunk. Időnk sajnos lejárt. Akkor 2017-ben szintén hasonló váltó, vagy valami EB érem junioroknál? Szerintem jövőre a felnőtteknél csoda lesz, aki jut valaki az EB-re, ezt most komolyan mondom, mert mi se tervezzük a jövő évi Európa-bajnokságot, hogy részt veszünk rajta. Junioroknál VB lesz, ott talán ez egy kicsit ösztönzi azt a pár juniort, aki ott van, hogy még az is lehet, hogy egy csapat összejön, tehát legalább egy három főt
ki tudunk állítani. Nem sokára november 5-én lesz az elnök, most hát a közgyűlés, ez szóba fog kerülni. Nem tudom még, hogy kik azok, akik tényleg be fogják vállalni. Jövő zenéje akkor. Ez teljesen képlékeny. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hát köszönjük akkor mi is a lehetőséget. Kitartást. Köszönöm. További sportosat. A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.